A Kálvária temetőben kísérték ma utolsó útjára dr. Zsámberger Györgyöt. A kórház egykori orvosigazgatójára, a haláláig szájsebész főorvosként dolgozó dr. Zsámberger Györgyre azokkal a szavakkal, mondatokkal emlékeztek, amelyet saját maga vetett papírra. A Toldy Ferenc Kórház jubileumi kiadványa kedvéért foglalta össze akkor addigi életútját. Dr. Zsámberger György pályafutása az egészségügyben műtős fiúként indult még az egyetem elkezdése előtt. Az orvosi egyetemet 1968-ban végezte el, majd utána katonai szolgálatra vonult be. 1970-ben tért vissza Ceglédre, mint fogszakorvos kezdett dolgozni a rendelőben. Már a kezdetektől barátkoztam a szájsebészettel. A baleseti sebészeten a sérült betegeket meggyógyították, de a fejsérüléseket nem. A Rókus kórházban jártam fel egy évig arc- és csontsebészetet tanulni, majd ezután már műteni tudtam az erre rászorult betegeket. 9 év után a szakvizsgabizottság engedélyével szakvizsgáztam. Ezt követően a baleseti sebészeten kezdtem el dolgozni dr. Anka Péter főorvos keze alá. Rengeteg munka is majd 2 évtized múlva, 2001-ben kinevezték a kórház orvosigazgatójának. Legnagyobb és legfontosabb munkájának tekintette a baleseti sebészeti osztályt átköltöztetni a főépületbe, hiszen ott új és korszerű műtők voltak. Dr. Zsámberger György magas szintű szakmai munkavégzése mellett pályafutása során fontos feladatának tartotta kollégái érdekképviseletét is. 2 cikluson át volt a helyi orvosi kamara elnöke, illetve hosszú éveken át tevékenykedett a Pest megyei orvosi kamara elnökeként is. Nyugdíjba vonulása után sem adta fel orvosi hivatását, tovább működtette már önállóan a szájsebészeti ellátást. Ha az eltelt 50 évet jellemezném, akkor itt voltam, amikor elkezdték az új kórházat építeni, és amikor felépült. Óriási élmény volt az új kórház, modern, korszerű, öröm volt itt dolgozni. Egy vagyok azok közül az emberek közül, akik pályafutásuk alatt szakmailag végigjárták a ranglétrát. Számomra az életutam egy sikerélmény. Elértem mindent, amit akartam és szerettem volna. Dr. Zsámberger Györgyöt családja mellett tisztelői, barátai, egykori és jelenlegi kollégái kísérték utolsó útjára a Kálvária temetőben. Dr. Zsámberger György 77 éves volt.